Viszontlátásra. Mindenkit. Most ismét hallhat, hogy ilyen. Videó rá ilyen. Kortra rá Követelésre. Sokan. A ah, nézitek van, nem? Mira fontos, érdekelne. Nyom a másik, mit csinál? Lesz téma szó. Tételezzünk fel a helyzetet. Fel! Van ilyen szervezetek. Ki ralkodni szoktak? Nem számít az, hogy mit akarnak. Az, hogy mely legyen, téved. Mi vagy, hogy nézzük, mit dobja a Google kereső. Főleg ilyen Magyarországon jön be, hogy ez lényegtelen, amit ad. Amit most ad elő, az nem úgy van a valóságban. Hogy nem valós adatokat ad elő a kereső. Mert annyira indumálok, nem tudom, hanem mondom, nem veszik komolyan valóságot nem fogják semmikor se felrakni olyan szolgáltatásról, ami rengeteg észtelen, ajtalan egyének vannak rajta. Tételezzünk fel a helyzetet. Föl. Én azt akarom, hogy bizonyos szervek hogy több országban vannak, akkor ne legyenek. Akkor mit is ne kisebbek Kisebbeket. Sok kicsit összerakom, akkor ez vagyok egy kisebb, nagyobb. Ugyanúgy, mint a mozokat is. Szokás, a szokás marad. Én nem az a szokás, hogy ilyen nagyobb hatalmi szerveket, világszintű szerzeteket kellene kicsit támogatni, nem támadni, meg támadni ilyen, perelgetni. az a szokáson, miért ne lehetne is. Főleg olyan mocsadékokkal, akik saját nemzeti származásokat képesek voltak letagadni. Ez már szégyen gyalázat azokra is nézve, hogy főleg ahonnan jöttek. Azok is mit gondolnak. Ilyenek vannak itten a környezetemben. Hatalmon! Hát mit kell tenniük velük? az Azt mondják, hogy én nem adok nekik esélyt. Kaptok tőlem esélyt, bírtok könnyíteni magatokon. Ha nem könnyítetek, magatokon komolyabb következménye lehet neki. Ne igyétek azt, hogy én most talán ezt ki. Ez a valóság. Nem az van, amit a Google ír. Róla, mert a Google az ilyesmi nem tesz fel. Sohasem tesz fel. Minden megvan. Már, hogy kiki jut hatalomra. Jutottam volna. Ha nem jöttek volna utamban nem álltak volna ilyen kis munkások, aki körülj a 200 eurónak. Nem veszik észre magát, hogy én nekem álltak. Sétették az egyéni jogaimat. Még egy dolog, azokat is után, akik nem mertek el említeni, azokra is ugyanaz vonatkozik. Vagy könnyítetek magatokon, vagy ha nem, akkor újselé fognak jönni valamikor, ha nem most, akkor 10-20-30 év után ez így van a valóság. Nem pedig lenni itt, tán, hogy itt keresgélem mi a hatalmi szervek, erre meg a Google kereső nem dob be semmit se Mert a Google kereső nem akarja azt ad, hogy te okossal legyél, mint a többi. Van ilyen hülyeség, hogy alkotmánybíróság, magyar örökség, mi a... Hogy inkább nem érdekel a magyar örökség. Ilyenek! De a kereső ezt adja föl hogy mik is vannak. A kereső az nem engedi meg, hogy ilyesmiket felrakjanak. Valaki ilyenek, akik szotak, hallani, honnan hallottam. És jutottak, hogy azok doktorok. Nem nevezem meg a személyüket meg, de doktori címük van. Nem pedig rán egy munkás, aki örül egy 200 eurónak. Főleg iparosodású dumának össze-vissza. Hogy nem. Így van a valóság. Nem a valóságban éltek. Hogy ti nem értetek, mi a hatalmi szervek azon belül, mik vannak. Azt értitek, amit a Google kereső megad. És a Google kereső azt adja meg, mi, mi az alkotmány. Digitális alkotmányi jog. Magyarországon. Fog, pont az érdekel, hogy Magyarországon mi az alkotmány jog. Hol érit az engemet, hogy mit is van? Hogy mit is lehet? Pont ez a törvény, országgyűlés, modern állam. És hatalmi szervekben Soros György tartozik. Ez van, ezt a YouTube szerint. Háttérhatalom Soros György. És nem csak Soros. Hátérhalomfa. Mások is lehetnek, de Magyarország eszünk jödje. Hatalmi szervekre bejön Pásztor István. Hatalmi szervek működésére. Hatalmi szervek, tartományi. Jó, ezek egyszerűen. Vannak. Szóval... Ha én a Google-ből szedem a... ezt a, a magas szintű történelmet, akit kény szoktam kicsit felevele... Nincsen! Ahol le van az írva. Nincsen, mert ilyesmi nem szoktak mindenhova kitenni. Van három-négy ember, aki utána néz ezeknek a dolgoknak, hogy el van rejtve a köz népnek, akik fel ilyen ebből származnak, nincs megengedve, hogy ilyesmiket olvassanak. Hogy nem, nem értik, hogy mi, mi szóval miről is szólnak a videók. Azt hogy nem értik a lényeget. Ki mondta, én a videókat, főleg ilyen közdua, köz, köz Lépnek van nah, csinálva. Nem érti az a szerintem a itten lévő hatalmak se, hogy miről van szó. Mert ők nem tudják ezt, mert ez titkos. Ezt egy páran feltételezik ilyen doktori címe bírók, csak itt okoskomnak benne, mi is zajlik a háttérben. Ami néha előtt a valóságtól, néha meg eléggé közel van. Ez a valóság van. Hitettek ki a hatalmas szerelpá, rengeteg videóról van szó, én azt én megtehetem. Azt ne higgyék azt, hogy én ezt kitalálom, én vissza kaphatom simán. Egyszerűen, ne veszítettem, jó régen, itt is ne kapnám vissza. Nem az a szokásom, hogy minél nagyobb szervek, minél több országban vannak kontinensen, azokat kell kicsit játszogatni velük. Azokat kell támadni. Fel, az egyén jogaimat. De itt vannak ilyen mocskos árulók, Azokat is ugyanúgy. Erre is van egy jó módszer, hogy azt mondják, hogy én kegyelmes vagyok, ezért egy másik kegyelmestől most átmásoltam, hogy aki úgy érzi, hogy sokat ártott, köze van, az jobban jár, hogyha könnyít magán. Tudják, mit értek én a könnyítés alatt? Rengeteg Japánban van egy erdő, ahol lehet könnyíteni magukon. Könnyíteni! Nem, majd a könnyíték magamat, felcsorom a tévét, és akkor könnyítek. Jó van ez. Vagy komolyabb, mindennek van következménye. Attól függően, hogy mit is tesznek, hogy mire is van szó. Nem pedig rá, arra, hogy vannak ilyen munkások, mert dirigálni. Ez a nem szégyen behoztak. Remélhetőleg mások, akit ismertem még, ismernek, akik ismernek, akkor a szégyené. Vagy megkönnyebbülnek, vagy mindent végrehajtanak. Ez így szokott lenni, ez a valóság. Nem pedig nem, hogy esztergáljál. Hogy marjál, hogy fúrjál. Ne beszélve az általános só. Örülj a tévének, könyöröl ki az ötperces rasszív nézésé. Hogy így megmertek alázni, megszégyeníteni. Nem sokat ért ilyesmi. Én nekem az ég mindegy, hogy mi lesz veletek. Mi történik. Én nem érek a, a jelenben, a múltban, és a jövőt látom. Ha nem vetitek volna észre, az a gond, itt nem csak én állítom, hanem ezt mások is tudják. Én nem tudom a másoknak mekkora a türelmi szintjük, mennyire türelmesek. Egy kicsikét én nem vagyok annyira türelmes. Ha én lennék itt másik szerveken már hatalmon, nem így lenne a helyzetetek. Abszolút. Mert más, ilyen főleg ilyen nagyobb szerzeteket kicsikét támadnák, politikalak is. Bírtsák nem őket tiltogatnám őket. Én ilyen fajok is. Ilyen is maradok. Nem pedig van egy dísz munkás, aki örül a 200 eurónak, kifizeti a vírás a telefonszámláját, aztán meg eltévézi, elkalózkodja a pénzt. Jaj, de jó! Láttam ezt a filmet, meg a sorozatot! Erről csak beszélni, semmi másról se. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!